szóval a kreatívon napot kívánok. Mert a szempontot nem helyett, és te rendnél székre. És mi lesz vasárnap? Gyerünk! A legalábbis úgy vagyok. Nagyon sok. Dolgozunk? És önök? Sokat dolgoznak? Jó napot kívánok, tisztelt szombathelyiek! Mi már csak megvolnánk, a mi sorsunk szempontjából nem lényegtelen, de nem perdöntő az önkormányzati választás, hiszen a kormánykoalíció stabilitását ez nem fogja érinteni. Legfeljebb megerősíti, de gyengíteni nem hiszem, hogy gyengíteni. Ami azonban ennél fontosabb, most nem a kormány sorsa, hanem Szombathely városának a sorsa, és a Szombathelyen élő embereknek a sorsa. Ezért vagyok ma itt, és ezért szeretném önöket arra kérni, hogy még másfél napig azt a megfeszített munkát, amit eddig elvégeztek, legyenek kedvesek és folytassák. Ugye tudják, hogy nincs kampánycsend, most új rendszer van, tehát még vasárnap is lehet beszélni a rokonokkal, munkatársakkal és barátokkal. Én nem akarom befolyásolni a szombathelyieket, csak néhány megfontolást szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Ezek olyan megfontolások, amelyek akár befolyásolhatják is őket, önöket, az én akaratomtól függetlenül. Az első dolog, amit szeretnék ajánlani, az az, hogy most igaz lehet az a mondás, hogy a járt utat a járatlanért ne hagyjuk el. Harmadik szöget beverni. Nézzék meg, az elmúlt 4 évben sok minden történt ebben a városban. Az, ami ebben a városban történt, csak azért volt lehetséges, mert összefogás valósult meg. Összefogás valósult meg, és erőszövetség jött létre a városvezetés és a kormány között, valamint az emberek és a polgármester között. Az az igazság, hogy minden megállapodás a polgármester úr, amit kötöttünk, betartott, és azt kell mondanom, bár nem az én tisztem ezt elmondani, de én is betartottam azt, ami ebből rám esett. Néhány fontos dologban megállapodtunk, ezeket megemlítem most itt önök előtt. Az első és legfontosabb dolog az a kórház felújítása volt. 12 milliárd forintot költöttünk el, most a legutóbb éppen 6-ot, hogy rendben legyen a kórház. Vállaltuk, hogy meg fogjuk építeni az autóutat, mert csak akkor tud Szombathely kellő súllyal bekapcsolódni az ország vérkeringésébe, hogyha elérhető lesz közúton legalább 4 sávos autóuttal. Eddig azért nem tudtunk eljönni Szombathelyre, mert nagy volt a forgalom, most meg azért, mert építkeznek. De ennek az utóbbinak az az előnye van, hogy ez véget fog érni, és amikor az út elkészül, akkor majd el tudunk jutni ide úgy, mintha bármelyik másik nyugat-európai városba kellene irányítani a lépéseinket. Az építkezés halad, 16 év végére legkésőbb, ha jóisten megsegít bennünket, talán már 16 nyarára Szombathely városa 4 sávos úton elérhető lesz, keleti irányból. És aztán már nem kell sokat aludni, mert nyugati irányból is elérhető lesz, mert a polgármester úr ragaszkodott ahhoz, hogy úgy kell megtervezni a közlekedési rendszert, hogy rákapcsolódjunk az osztrák autópályára, és onnan is el lehessen érni Szombathelyt. Ez rendben van. Most a legfontosabb dolog azonban nem ez, hanem az, hogy a polgármester úr ragaszkodott ahhoz, hogy legyen fölmérés arról, hogy milyen fejlesztéseket akarnak a szombathelyiek. És a fölmérésből az derült ki, hogy első helyre mindenki a kórházat tette, és második helyre a közlekedés, és minden más csak ezután következik. Ezért van az, hogy így ütemeztük a munkánkat. Azonban én nem szeretném az összes többi fejlesztést magunk mögé utasítani, vagy magunk mögött hagyni, szeretnénk azt is végigcsinálni a polgármester úrral. Ebből egy dolgot szeretnék kiemelni, ha megengedik, ez pedig a gépészmérnöki kar. Ez egy nagy jelentőségű dolog, mert ez azt mutatja, hogy Szombathely városa érti a jövőt. Most a
papírok alapján azt tudom mondani önöknek, hogy a munkanélküliség nem éri el a 3%-ot Szombathelyen. Fehérváron 3,3%. Ez jó mutatja, hogy Magyarország jövőbeli kihívása nem a munkanélküliség lesz. Mert mi fogunk teremteni annyi munkáját, hogy mindenkinek lesz munkája. A jövő kihívása az, hogy lesz-e elegendő munkaerő. És lesz-e elegendő, jól képzett munkaerő. Szombathely városa hamarosan azzal a kérdéssel néz szembe, hogy munkahely még csak volna, de van, aki dolgozik. És ha nem lesz gépészmérnök képzés, ha nem lesz műszaki képzés, akkor Szombathely környékén sajnos nem települ meg több ipar, mert nem kap jó minőségű munkaerőt. Ezért fontos dolog, hogy ez a döntés megszületett. Ha jól tudom, akkor 1,5 milliárd forintot már ki is vett belőlünk a polgármester úr. Nem vagyok könnyű súlyú, de innen mindig könnyebben távozom, mert a tárcámat azt a polgármester úr rendszeresen magához szólítja, mindenfajta tervezésekkel és beruházásokkal. Szóval itt megegyeztünk 1,5 milliárd forintról, amit nagyjából hamarosan meg is érkezik, és további fejlesztések várhatóak annak érdekében, hogy ez a bizonyos járműipari központ, amit önök itt létrehoztak, tovább is fejlődhessen. Nekem nem dolgom, hogy beszéljek a baloldalról, de az ember nem tudja ezt megállni. De mégiscsak egy küzdelem a választás. És nem az a dolgom, hogy minősítsem őket, de egy dolgot szeretnék azért a Szombathelyek figyelmébe ajánlani. Akárhogyan is történt, és akármiért is történt. De a baloldal ma egy olyan szétesett állapotban van, hogy képtelen bármelyik képviselőjének szilárd politikai hátteret adni. És rábízni egy ilyen komoly város, ilyen fejlesztésekkel, egy olyan politikai közösségre, amely saját magát sem tudja megszervezni, az hazárdírozás. Azért arra kérem önöket, hogy jól gondolják meg vasárnapra szolgatni a rossokat, és arra szeretném önöket kérni, hogy támogassanak bennünket. Azt talán önök is tudják, hogy hiszen vannak itt, akiket nem most látok először, hogy mi nagyon nagy utat tettünk meg. És nem 2010-től máig, hanem 2002-től máig. És hogy külön szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik 2002-ben, amikor választási vereséget szenvedtünk, sem pártoltak el tőlünk, hanem kitartottak. A polgári, nemzeti és keresztény érzelmű magyaroknak szeretnék köszönetet mondani. Ha valaki, akkor mi pontosan tudjuk, hogy egy választási vereség után milyen nehéz felállni, mennyi munka kell ahhoz, hogy az ember ismét méltóvá váljon arra, hogy az emberek kitüntessék őt a bizalmával. A baloldal ezt az utat még nem tette meg. Nem esik jól, de meg nem kell ezen viccelődni, de mégis azt kell mondanom, hogy a baloldal ma a vesztélybe rohan. És eldöntött, hogy nem fordul vissza. Ez most a helyzet ebben a pillanatban. Nem látok más olyan kormányzati erőt, amelyre jó lelkiismerettel olyan nagyvárosokat vagy megyét rá lehetne bízni, mint az önök városa, illetve Vas megye. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, még egy dolgot szeretnék aláhúzni. A 2010-es választást, parlamentit úgy nyertük meg, hogy mindenkinek elege volt már abból, amit az addigi kormányok műveltek Magyarországon. Az sem volt könnyű megnyerni, de nagyon sok volt az akkori győzelemben a tiltakozás. Nagyon erős volt a elégedetlenségből fakadó felhajtóerő. De 2014-ben már nem így nyertük meg a választást, hiszen 2014-ben már 4 év kormányzati munka van mögöttünk. A becsületet egyébként mindig könnyebb megszerezni, mint megtartani. És én jó lelkiismerettel tudom önöknek azt mondani, hogy a 2014-es választás arról szólt, hogy a kiérdemelt tiszteletet és becsületet sikerült 4 év kormányzás után is megtartani, és az emberek már pontosan tudták, hogy mire számíthatnak, hiszen mi folytatást ígértünk, és így kaptuk meg a bizalmukat. Ezt szeretném kérni az önök részéről is. Szerintem egy várost valamilyen módon kifejezés képvisel a polgármestere. A Puskás Tivada egy becsületes, tiszteletre méltó, sok ember szeretetét élvezi meg. Sose fogja ezt mondani. Sose fog saját magáról ilyeneket mondani, mindannyian tudjuk. Orvos ember ráadásul, és mint minden orvos számára neki is a legfontosabb, az az ember, akin segíteni kell. Egy ilyen emberből, ha megvan a rutin, megvan a tudás, a városigazgatás csinya-binya, általában jó városvezető szokott lenni. Én kívánom önöknek, hogy legyen szerencséjük, és a végeredmény vasárnap este úgy nézzen ki, hogy Puskás Tivadar ismét megkapta a Szombathelyet. Háromszor veri vissza a... Miniszterelnök úr, töretlenül így tovább. Köszönöm szépen, minden jó kívánságot köszönöm. Miniszterelnök, holnap még megyek Miskolcra, és még megyek Esztergomba is, és az egész héten sok felé jártam.
azt kell mondanom, hogy a mi csapataink, vagy a harcosaink bizakodóak, jó állapotban vannak, és érzik a siker lehetőséget. Úgyhogy nagyon, nagyon ritka bravúr az, amikor egy éven belül, fél éven belül három választást lehet nyerni. Még ilyen sose volt. Igaz, nem is volt sose három választás. Igen, mindegy, csak én elmegyek először. Néhányan hiányolják, hogy nem szóltunk kellő súllyal, és elismerőleg Hende Csabáról. De az igazság az, hogy nem ezért jöttünk. Meg még azt szerettem volna mondani, ne haragudj. Bocsánat, el kell indulnom, mert még annyira. Azt kellene, hogy a lakásépítési program. Nincs a Fidesznek lakásépítési program. Majd lesz. Tehát nincsen. Család, otthon. Az első fogadóra napirendje. Emlékszel a 98-as? Család, otthon, biztonságban. Azt mondom, fiatalnak nem. Köszönjük szépen a támogatást. Köszönjük.